Szeretnétek ilyen roleplay-eset? Most nem értem, mert tök megosztó. Valaki utálja, valaki meg imádja. Ez a Roleplay Frontier Game. Amikor az van, hogy nekem van egy országom, és oda be akartok jönni, és nekem meg kell dönteni, hogy bejöhettek-e vagy sem. Ne? Miről szól? Én imádom, mehet, de csak jókat írjatok. Igen? Mi alapján? Na jó, várjatok, elmondom. Tehát az a lényege, hogy miután beírjátok majd, hogy felkiáltolják kukoró, bekerül a karakteretek egy sorba, egy Q-ba. És az a lényege, hogy így a határnál állunk, egy valamilyen vízparton, és el kell döntenem, hogy beengedlek titeket vagy sem az országomba. És minden karakternek, mindegyik kötöknek lesz egy backgroundja, egy karakter háttere, hogy amit amúgy hogy tudunk megnézni? Valaki segítsen ebben, please. Hogy majd a chatre be kell írnotok valamit, és akkor a chaten kijön nektek, hát angolul, sorry, hogy mit tudom én, hogy az én karakterem egy 50 éves indiai varázsló, mondjuk, mondok valamit. És akkor megtudjátok akkor a háttereteket, hogy a személyiségetek milyen a karaktereteknek, és akkor utána, amikor elém kerültök, egyesével fogtok elém kerülni, ugye olyan sorrendben, hogy kiírta be először, hogy, vagy kiírta be hamarabb, hogy kukoró, amikor elém kerültek, akkor én fogom látni ezeket a dolgokat, azt hiszem rólatok, de benne vagyok biztos, a tulajdonságaitokat, és akkor a chatre valamit beírhattok, hogy jó napot, kedves, nem tudom, királynő, vagy királynő, uralkodó, nem tudom, mi vagyok az országnak a, nem tudom, császára, uralkodója, minisztere, miniszterelnöke, az ki vagyok a királynő. És jó napot szeretnék bejönni, de amúgy sértegethettek is, amit szerintetek, ami engem meggyőz arról, hogy bekerüljetek a az országomba. És akkor leírjátok, és ezt magyarul kell leírnotok, leírjátok azt is, hogy miért lennétek hasznosak az országomba, közösségbe, hogy miért engedjenek be titeket. És hivatkozzatok a tulajdonságaitokra, hogy ti, hogy jó napot, egy 50 éves indiai vagyok, és Indiában a varázslatot megtanultam már rég, gyerekkorom óta, mit tudom én, ilyen fasságokat, bármit írhattok, legyen vicces vagy kreatív, előre is megírhatjátok, és utána elkülditek a chatre. Na, erről szól. Dik, az eszét kell írni. Amúgy nem. Valaki annyit is írhat, volt már ilyen, hogy csá, engedj be. Amit szeretnétek, azt írtok igazából. Na. És annyi please, hogy mindenki egyszer legyen. Tehát, ha már egyszer voltatok, utána már ne írjátok be még egyszer, hogy kukoró, ne gyertek még egyszer. Ez jó. Nem játszottál még velünk ilyet, Ricsi? Na, itt vagyunk. Ja, és nekem van egy ilyenem, hogy country trends, the sea is the main source of income of the country. Tehát a tenger, tengerből van a legnagyobb bevétele az országnak, szóval, hogyha valami tengerrel kapcsolatban, hogy mondjuk azt írjátok, hogy halászat, az nekem jó. És akkor country issues, the workplace cannot find enough workers to fill jobs. Ó, nincs elég munkás ember az országomba, úgyhogy munkás emberek kellenek nekem. Na és akkor itt van az első ember, látjátok, itt van a sor, látjátok, hogy van a sor, és az első, a Levi, Algériából jött, unemployed comedian. Na és akkor milyen mondom nektek, akik a sorban állnak, hogy... Felkiáltójel get info. Ha ezt beírjátok a chatre, akkor kijön az, hogy hát a tulajdonságaitok, a karakteretekről, amit lehet tudni. Ez a V. Ja igen, lehet szavazni is. Felkiáltójel V, hogyha valakire szavaztok, hogy oké, és bejöhet az országba, és felkiáltójel X, arra szavaztok, hogy nem jöhet be az országba. És ha nem akartok már sorban állni, mégsem akartok játszani, akkor felkiáltójel leave. Oké. Okay. Nem tudok nézni a chatet. Meg a Levi még kigondolhatja, hogy mit ír. Nem működik a get info?
hogy túl sokan írjátok azért? Yashiel, you are priest from... Amúgy régebben többet írt, nem? Most keveset ír. Na, Levi írt. Szia, úgy hallottam, ez itt egy safe place. Szia, Levi, igen, ez egy safe place. Miért kell neked egy biztonságos hely, valakik üldöznek? Ja igen, és ilyenkor beszélgetünk egymással, szóval valószínűleg kérdezgetni foglak titeket. Ja, és itt van, hogy mi van a táskájában. Spikeless fork, nitric acid. Nem csak jó lesne egy kis nyugalom. Aha, értem, tehát túl nyüzsis volt az életed, gondolom. Én szívesen adok neked safe place-t, Levi, csak az a problémám, hogy nincsen elég pénz most az országunkban, mert nincsen elég munkás ember. És azt látom itt, hogy te egy unemployed komédián vagy, azaz nincsen jelenleg munkád. Hú, 5-en szavaztak arra, hogy ne legyen az országban. Nincsen jelenleg munkád, az én országomban viszont muszáj lenne dolgoznod. Mit tudnál dolgozni? What's in the box? Fel tudom dobni a turisztikát a komédiámmal? Tehát a kormánynak dolgoznál tulajdonképpen? Oké. Ha te egy komédista vagy, mondj nekem egy viccet, kérlek szépen. Nézzük meg. Nézzük meg, hogy mennyi embert tudnál akkor megnevettetni. Mennyi pénzt tudnál hozni a kis országomnak. Hát, ha ez ilyen sokáig fog tartani ott a komédista esten, akkor itt bajok lesznek. Ja, és bannolni is tudom, amúgy a ban az nem tudom mit jelni, nyilván nem a Twitch-em. Börtönbe tudok küldeni itt bárkit, hogyha valakinél annyira problémás dolgot látok. Most mi történik? Levi éppen rákeres a Google-on, hogy jó vittek. Mi Michael Jackson pronunciation-je? Nem tudom. De, és lehet, nem is akarom tudni. Jó. Jöhet. Emlékszem, velem vesztetted a Jill-ban szüzességet. Úristen, Yuki, mit csinálta, hogy Jill eltelek? Na, következő. Szerintem tudod? Ki az a stem tudod? Ázsiából származik, 1963-ban született, modell. Az komoly. Akkor egy, hát mégis lehetnek az idősek is modellek. Mi van, 30, 57, 61 éves akkor, ugye? Na, jó napot kívánok! Halló, halló! Van nála egy agresszív kutya, akciófigurák és egy állatkosztüm. Jó napot, hogy van? Én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Essünk túl rajta gyorsan, mert nagyon nagy a sor. Miért szeretne bejönni az országomba? És miért? Mit csinálna az országomba? Mit dolgozna? Furry. Nem tudom már mi volt pontosan, de direkt valami beteg dolgot írtam, hogy tuti oda küldj. Elnézést alatt. Nagyon szimpatikus nekem az országa, és úgy érzem, itt el tudok helyezkedni. És milyen területen helyezkedne el? Vagyis hát látom, hogy modell pontosan. Milyen területen modell így 61 évesen? Ezt hogy kell elképzelni így 61 évesen ezt? Mondjuk arcmodell? Lábmodell? Könyökmodell? De lassan megy a sor.
Könyök modell vagyok, igen. Haha. Jó, az, hogy amúgy mindig jól jön egy jó könyök modell. És miért van önnél egy agresszív kutya nálunk? Ez azért elég problémás. Tehát mi van, ha valakit megharap? Lábköröm. Elnézést, gyerekkel vagyok. Engedjenek előre. Ez rosszabb, mint a román magyar határ. Most találtam őt itt, és megszelidítem, majd idővel eskü. Jól van. Hiszek önnek, de igazából ez már úgyis felesleges mondandó, mert megvett annál, hogy ön könyök modell. Fel is veszem. Hát na, Heki! Júj, egy gambler! Az a munkája, hogy hát ő egy ilyen, hogy mondják ezt? Csókolom, legyen kedves beengedni. Anszkom, Romániából származik, nagyon fiatal, 22 éves, van nála egy telefontöltő, egy karkötő, ami villog, úristen, ez egy Swifty. Ja, és hogy siket? Ú, hát akkor most jelelünk? Jelelünk? Siketkém, azt akartam mondani, hekikém. Úgy tudom, pénzre van szüksége. Ez így van. Én egy fiatal romániai tehetséges szerencsejátékos vagyok. Azt szeretném össze megkérdezni, hogy lehet valaki tehetséges szerencsejátékos? Tehát ez már önmagában egy oximoron, hogy van tehetsége a szerencséhez. A világ összes pénzét meggyerem önnek a beengedésért cserébe. Tehát hogy tudja ez garantálni, amikor a szerencsé múlik benne van a mondatban is? A 22 évem alatt sosem veszítettem. Ez nagyon jónak hangzik, és szereti ön Taylor Swiftet? 22 éven a villogókkal kötöm szerencsét hoz. Aha. Szóval szereti Taylor Swiftet? Taylor Swift-tel most épp viharos a kapcsolatunk. Jó, hogy ismerik egymást? Ez az ember hogy jött ki a banyjából, a Puzsér Robert? Vagy ez már az ötödik kamu accountod? Jön nekem 30 euróval? Ezt már szeretem. Jó, akkor én segítek önnek, behajtjuk ezt Taylor Swift-en. Ötszöröse jó, kamatozni fog. Na, igazából engem megvett már régóta, úgyhogy jajjon kis gamblerkém. Bár nem támogatom a gamblinget, de ha még sosem veszett, az... Reméljük nem most kezdje el a vesztés. Na, Fox. Izraelből jött, 1998-ban született Carpenter, van nála egy telefontok, egy lezárt doboz, és egy tündér! Egy tündér. Felség, alázatosan üdvözlöm. Ezt már szeretem. Következő. Jasi. Elnézést, ön mit nevet? Még be sem mutatkoztunk. Óceánia. Üdvözlöm. Jó napot kívánok. Bugyi készítő. Emberke ő, 2000-ben született, van nála egy sapka, kuckó klok, az nem tudom mi, és egy karkötő. Jó napot kívánok! Kedves Marian Pretty Princess királynő, miniszternő, queen! Én vagyok az legnagyobb alsónemű designer Európában. Bár fiatalkorom ellenére nagyon ügyesen végzem a szakmám. Ha beengedsz, csak neked tervezünk egy kollekciót, aminek Muffinka lenne a neve. Mehet. Jó, kakukkos óra. Mutasd az alsót. Ez az. Na, Ricsi a következő. Egy graffiti artist. Van nála egy professzionális kamera. Disztó hús és egy mentő csónak. Kínai. Kínából érkezett 2002-ben. Szondá 1500!
Nem kérek szandált, köszönöm szépen, jó napot kívánok. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért szeretne az országomba jönni, illetve ha ön graffiti artist, abban hogy lehet megélni? Abban, hogy graffitizik a falakra. Tehát én nem szeretném, hogy az én gyönyörű országom falait elcsúnyítsa a graffitijeivel, és még csak nem is lehet belőle pénzt szerezni. Kérdezd meg, van-e nála egy táskányi tollkabát? Apósom, így jött az országom, mi van? Bepisílek, mire bejutok. Illetve még... Ja, na várjatok, a country issues megváltozott? Amúgy imádom, hogy senki nem írta, hogy horgászta, vagy ilyesi, amikor nekünk a tenger a lényeg. A tengerből jön a pénz. Én kicsi kínai vagyok, na, de a rasszista mindeneteket. Pöcsöm is kicsi, de használtó. Legyen szíves, de nem kell a pöcsöd, várjál egy kicsit. Legyen szíves beengedni, sok kicsi falfreskót tudok csinálni, országet egy muffinért. Nagy kínai piacot tudok csinálni, adófizető állampolgár leszek. Hát az a minimum. Falfreskót tudok csinálni? Tehát, hogy embereknek akkor falfreskókat értem. De hát akkor ez egy ilyen egyéni vállalkozásnak tűnik, vagy az én szép épületeimre a turisztikában esetleg csinálnom falfreskókat. De én azt gondolom, hogy a graffiti meg a falfreskó az nem ugyanaz. Egyben a pücse. Szuper sok, akiknek megvan a game, tudja változtatni a profession születéséért. No, elírták a szakmát. Jó. Beengedem. De igazából még mindig nem nagyon vagyunk előre pénzügyileg, én azt érzem. Na, Dreamkeeper. 1983-ban született Észak-Amerika. Annyi van odaírva, hogy worker. Az nagyon sok minden lehet. Jó napot, dinasztiát megszégyenítő csodalény. Aszkom. Mondanom sem kell, békével jöttem. Ha őszinte akarok lenni, sátram költöztetése... Eme indok miatt jött létre. Rasszista uralkodó. Hasznos tulajdonságaim közé tartozik a főzés. Amerikai konyhát elsajátítani nem volt nehéz dolog. Állok ebbe az önkirályság konyhájának elismerésének. Állok elébe. Oh! Tehát a szakácsom lenne. Na, ezt már szeretem. Na, ez nagyon hasznos. Nálunk nagyon sok a hal. Vagyis hát remélem, hogy most itt valaki lesz horgász, vagy bárki, aki tud halhoz jutni, mert van egy csodaszép tengerünk tele halakkal. Ön esetleg milyen hal ételeket tudna nekem készíteni, ami az én ízlésemnek megfelelő, ami nekem tetszene? Nekem naponta 5-ször kéne ételt készíteni, ez menni fog-e, és ebből 3-at szeretnék, hogyha valami... hal vagy vízi herkentyűs étel lenne. Ne, de hogy is Ricsi vicces volt. Tudjuk, hogy nem vagy rasszista, nyugi. Balatoni hek. A balatoni nyár. Neszeg lejátszuk, és akkor utána elmegyünk Party Animals-özni, jó? Miért? Vannak meleg rasszisták, biztos, hogy jobb benne. Vannak meleg homofóbok is. Húha, most látom, hogy van nála egy radioaktív... Tengeri herkentyű menüim közé tartozik a következő. Királyi rákos, pesztós tészta, polipos pizza, pisztráng, mac and cheese. Mondjuk a pisztrángos mac and cheese az furcsa. De a többi az nagyon fullosan hangzik. Köszönöm szépen. Azt magyarázza meg nekem, kérem, hogy miért van önnél egy radioaktív hordó, mert ugye nálunk, ez le van írva, biztos látja ön is, itt a táblán, hogy az országunkban nem lehet bevinni ilyen veszélyes nukleáris dolgokat. Mondom is. Na, kíváncsi vagyok. Igazából a saddled, az mit jelent? Saddled bird. A saddle az nem ilyen nyereg. Mi megnyergezett madár van nála, vagy mi van? Börtön?
Érkezett. Miért van? Nagyon sok kérdésem van, Dreamkeeper. Nem jó, de nem is tragikus. De tud rám főzni, szóval nem elfér nálunk egy megnyergezett madár. Meg egy kis nukleáris, vagy mi radioaktív barrel. Úristen, mi van, hogyha a radioaktív barrel beleönti az én hőnszeretett tengerembe? Dobja a folyóba, ne! Kicsit megpusztulnék, it's okay. Volt királyságom, amelyben szolgáltam, amikor elszöktem, családom útravalóként adta nekem a hordót, hogy tudjak vigyázni magamra, mert király tudomást szerzett a létemről. Értem, értem, rendben. Hát figyelj, de engem azzal megvett, hogy nekem mindenféle finomat tud szolgáltatni, úgyhogy kérem, itt hagyja ezt a berölt, mi ezt majd elvisszük a rendőreimmel, azt ne vigye be, a többit bevéheti, üdvözöljük a királyságomba, és mostantól ön az én főző rabszolgám. Köszönöm szépen. Mark. The center of the earth. Tessék. A föld közepében született 1976-ban. Úristen, mi ez a Buck Tamer? Mi, bogár idomár? Van nála egy üvegben neki is egy tündér, 720 liter ragasztó és egy túlélési doboz. Üdvözlöm felségét, meghajol. Én egy híres bogár szelidítő vagyok a föld közepéből. Úgy hallom, hogy országában nincs elég munkás. Ha beenged az országában, meg tudom tanítani a bogarakat halászni, hiszen ahogy látom, a tenger a fő jövedelem források. Ez mondjuk egy nagyon vicces kép, ami most így elém tárult. Elképzeltem egy csótányt horgászni. Kérem, ezt írja le pontosan, hogy ez hogy is nézi ki, hogy a bogarak, tehát egy hangya, ami ilyen picike, ő hogy tud elbírni egy ekkora pisztrángot mondjuk? Hogy tudja kihúzni a botot? Tehát ezt hogy kell elképzelni csak így pár dolgot? És még azt mondja hozzá, kérem, hogy minek önnek 720 liter ragasztó. Csak engedd be. Jól tudnánk dolgozni a tengeri kajákon, ha bogarak horgásznak. A föld közep... Ja, hamarabb elköltöz szerintem. Júj! Semmi baj! Semmi baj! Azt van ilyen how to play is, király. Mi van, ha tengerbe önti a sok ragasztót? Hát mindjárt kiderül, hogy minek neki, miért van nála. Mondjuk már nekem intőjel a maszkja is elég para. Föld közepéből hoztam gigantikus mutáns bogarakat. Hát mondjuk a bőröngyében nincsenek benne, de nem baj, elhiszem, hogy mondjuk szólítja őket, és akkor ők bejönnek. És akkor mi újság ezzel a ragasztóval? Minek? 720 liter? Minek annyi? Elolvasod kérlek, amit írtam. Írd le újra, Réka, kérlek. Ragasztó pedig a bogár szelídítéshez van. Hogy? Mit csinál azzal? Szemüveges bogaras gyerek a neurótomból. Láthatatlanok, ja. Le lesz igazva az ország konkrétan bogarakkal és ragasztóval. Most engedem be az országunk gyilkosát. Összeragasztja őket, és a bogarak lesznek a pecobot. Fúj, de morbid! Jézusom, bogarakkal izé, az emberi százlábú. Bogaras százlábú. Hát a kezükbe ragasztom a pecobotot. Aha, és ez 720 kell. Jó, figyelj, én bízom benned, szimpatikus ez, legalább lesz pénze az országnak. Azt hitte! Azt hitte! Tudom én, hogy bogarakkal akarja leigázni az országot? Jill! Immediately! Na, következő. Leus. Quantum physicist.
physicist. Oké, egy fizikus, Ázsiában 2002-ben született, Darts Tranquilizers, Sex Objects and Sodas. Oké. Szia, nagyon régóta tanulom a fizikát, és ebbe az országba jöttem, hogy új dolgokat tudjak tanulni a fizikáról, és az embereken is segítenék. A fiziká... Jó napot kívánok! Ez egy nagyon kedves gondolat. A fizikával hogy segít embereknek? Az lenne a kérdésem. Bogarakkal suttogom. Kiderült! Tudtam. A titkom. Tudtam én. Guilty. Igen, van nála, szex tárgyak vannak nála, a tranquilizers, nem tudom mit jelent, de olyan ismerős, olyan furcsa szavak vannak ebben a játékban, meg üdítők vannak nála. Sex shopot akar nyitni. Ezért tanul fizikát? Aha, ez inkább kémia. Csak a szoki. De most... ez azért lett így, mert valakit beengedtem? Hogy elloptak valami nukleáris információt? Hát igazából csak magamon segítenék, mert így megmutatnám a volt fizika tanáromnak, hogy jobb vagyok nála. És azzal mi mit érünk? Hogy lesz abból pénz az országnak? Következő, pamunka. Doktor. Na az, nagyon jó. Észak-Amerika 2003, Tapshoes Dental Appliance and Religious Book. Üdvözlöm, hölgyem! Fiatal orvos vagyok, aki támogatja az LMBTQ plusz közösséget és a szivárvány családokat. Szeretnék segítő része lenni az országának, hiszen a fizika és a fizikai és mentális egészség a legfontosabb. Ez nagyon jó a munka, nagyon-nagyon tetszik ez nekem, fiatal is... LMBTQ barát, stb. Látom, táncolni is tud, mert van nála a tap shoes, azt gondolom az a táncos cipő, szóval nem jön ebbe orvosnak, még elküldhetem táncolni. Fontos a mozgás, ez így van. És vallásos, hát ez semmi probléma azzal. Jöhet is, nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó, szuper. A munkaerő az kell. Köszi kincső a klipet. Na, Capybara. 1993-ban született Ázsiában van nála. Ja, ő egy bohóc. Van nála egy karkötő, egy túlélési kit, és egy szemüveg. Jó napot kívánok! Miért szeretne bejutni az országomba? Jó napot kívánok! Én egy bohóc vagyok. Önkéntesként jöttem az országába dolgozni. Tehát ingyen, ha ingyen fog dolgozni az országomba, akkor mit fog enni? Miből lesz pénze? Illetve hol dolgozna bohócként? Milyen területen? Tehát önkéntesként, akkor mondjuk kórházban? Igazából az ősi bogárszelidítő klán utolsó leszármazottja vagyok, akiket az őseid vészároltak le, ezért bosszút akartam állni, de lebuktam. Most már ott fogsz az idők végezetéig lenni a börtönömben. Kórházban dolgoznék. Na, ez egy szuper kedves dolog, de miből élnem, ezt még mindig nem tudom. De mondjuk én nagyon örülök az ingyen munkaerőnek. A gyerekek boldogsága a legfontosabb kicsi országomban. Csak hát ahhoz, hogy ön dolgozni tudjon ingyen, ahhoz ugye kell ennie, élnie, laknia valahol. De hát hol, hogyha nincsen pénze, ugyebár? Ez lenne az én kérdésem, hogy akkor erre mi a terv? Segélyekből? Én fogom eltartani? Nem úgy van az, most önkéntes vagy mégsem önkéntes? Ez itt a kérdés. Mit a bogarak segítenek megszökni? Ha bejutnék, vállalnék mellékállást is, a kórházban önkénteskednék. Most ezt nem értem. Szászön nekem, sajnálom. Nem volt elég jó. Következő, Drake. Író.
hát az írókból nem tudom, hogy jön nekünk pénz. Van nála egy mentőcsónak, egy nyakkendő és egy mikroszkóp. Na, Buenos Dias, Bellota. Ne, én ezt nem tudom kiolvasni. Subeleza mi a sombra. Ja, mert Spanyolország 1970. Na, sírok. Abban tudok segíteni, hogy olyan bestseller könyveket írok eme országról, dáma, hogy az egész világon csak ide fognak jönni a turisták. Muchas gracias por dejarme de entrar. Ez tetszik nekem. Aha. De azért, mert ön ebben az országban írja meg azt a bestseller könyvet, miért jönnének ide? Ja, hogy erről a... Ja, hogy erről az országról írná ezeket a könyveket, akkor ezek ilyen kis tulajdonképpen országban mutatók is ilyen turistáknak ilyen könyvek, hogy hova jöjjenek? Milyen így van. Ez amúgy megvettél, Drake, gyere. Ez tetszik nekem. Na, Tina. Hello, cutie. Ciprusról jött, 2006. Ő egy cosplayer. Ajaj, hogy lesz a cosplayerből pénzünk vajon? Van nála egy telefon, töltő, fogorvosi dolgok, vagy hát ilyen fogászati dolgok, és egy hörcsög labda. Hello, cutie, én itt jönni Hungary cosplay verseny. Jó, hogy cosplay versenyre jött csak az országomba? Hát most az a helyzet, Tina, hogy jelenleg csak olyanokat fogadunk be az országunkba, akik maradnak is hosszú távra, és tudnak valahogy pénzt hozni az országomba, tudnak dolgozni. Miként? Ez a hajam volt, úristen, de furcsa hang volt. Miként tudna dolgozni, mit dolgozni az országomba, hogy hozza nekünk pénzt? Tehát migránsokat keresel. Migráns. Igen, csak is... bevándorlókat. És hát itt mindenki bevándorló végül is. 2 hétig jöttem én utazni ide-oda, venni Hungaryt is. Nincs szükségünk turistákra! Dolgozni kell! Aki bejön, sosem megy ki. Petben. Óceánia. 1977. Fisherman. Jó, bocsánat, azt felolvasom. Üdvözlöm! Én egy professzionális halász vagyok, kifogom a legvadabb halfajokat, mint például a disznóhalat, lampsucker, slippery dicket. Kit engedtem tovább? Slippery dick, aranymorgást, francia morgást és a nyitott szájú morgolást. Tessék! What have I done? Slippery dick! Mi ez a slippery dick? Az egy létező hal. Maria, mit? Most rákeresetek szerintetek? Aha. Tehát a slippery dick egy nő kezében. Would you eat a slippery dick? Jaj. Aj, de cuki vagy, Drake. Na jó. Jó, hát akkor még jó, hogy tovább engedtük. Na de, Ádám, North America 2006, Stewardess, Conflicting Magazine, Strange Music Sheet and Sex Objects. Nagyon jó. Ő már írta, csak nem figyeltem, hogy mi van. Na, várjátok itt a padben, amit írt. Na most ír. Hey, mit látja, egy utaskísérő vagyok, de nem egy repülőn, hanem a saját sárkányomon. Wow. Sárkányon. Aha. De most akkor ön hozott magával egy sárkányt, és azon tudnak utazni az én országomban lévő emberek más országokba?
Ez nem veszélyes? Uram, tehát nincsenek... nem tudok leesni a sárkányról? Igen, pontosan. Nekem ez elég veszélyesnek tűnik. Nem, dehogy. Hogy nem. Miért biztos, hogy nem tudnak leesni? Ez ilyen hekik, ez ilyen itt volt. Hablacsi, te vagy az. Nála is van szextárgy, jöhet. Mik a szamárosokból? Kiskorom óta repülök. Hát, nekem ön kamunak tűnik. Viszlát! Slippery Dick, kecske közé a klipe. Na, Eldi. Na, az mi az a Legendary Smith? Franciaország, 1997. Karácsonyi égők vannak. Egy birkózó öv és egy szárny. Kovács. Ja, basszus, tényleg a Smith, ez a Kovács, de hülye vagyok. Egy Legendary Smith. Azt a... Na. Dig the flagmasztikus. Üdvözlégy, Marian. Kegyelemmel teljes, a Klau van te veled, áldott vette az asszonyok és a melegek között, s áldott a te mélyednek gyümölcse parban. A te mélyednek gyümölcse parban, a sírok. Jó napot, kedves uram. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat. Látom, hogy ön Kovács, ez nagyon-nagyon... szuper hír füleimnek, ugyanis nekünk nagyon kellenének munkás emberek végre, akik a két kezükkel tudnak dolgozni. Miket szokott készíteni kovácsként? Miket tudna az országnak készíteni kovácsként és az embereknek? Hát ez szomorú, pedig a sárkányok sok mindenre tudtuk volna felhasználni. Sajnálom, Ádám, de mivel nem is volt önnél sárkány a bőröngyében, ezért nem hittem magának. Ugyanis nem írta a játék, hogy lenne magánál sárkány. Mindent is, de a mesterségem a Genshint is megszégyenítő, kinézetű és teljesítményű horgász botok. Tökély. Jöjjön! Már most készítheti is a horgász botokat. Már csak nincs ki horgászon. Egy fisherman volt, tényleg ezt elfelejtettem. A slippery dickeket már fogja is ki LD horgász botjaival. Ez egy nagyon furcsa mondat volt. A nagy horgász. Szóval kecske, astronauta Dubájból, 1993, ektoplazma detektor, lucky keychain and game console. Guavua iu viemanu buvauva. Hogy parancsol elnézést, tehát... Elfelejtettem, hogy a földön vagyok. Hi, Queen Sister! Most átkozott meg börtönbe. Na jó, sírok. Jó napot kívánok! Azért jöttem az országába, mert meg szeretném mutatni, hogy léteznek földön kívüliek. Aha, és ez nekünk miért jó, ha ez ön bebizonyítja igazából? Nekünk ez nem jó piszkálni őket, nem? Tehát én nem akarom, hogy leigázzák földön kívüliek az országomat. Bestseller. Bestseller. Űrbeli kutatásaimnak köszönhetően felvirágoztathatnám a vízi élővilágot, ami beindíthatja a turisztikát. Úristen, ez zseni. Tehát azt akarja mondani, hogy valamit másik bolygóra hozna, valamilyen halszerű élőlényeket, amit berakna a vízbe, a tengerembe, azokat tenyésztenénk, és akkor ki lehetne fogni, és akkor itt ugye elterjedne, hogy a legkülönlegesebb halak nálunk vannak, és azokat ennék az éttermekben. Ezzel annyi a probléma, mi van, hogyha így van, sis, you are in your smart era. Mi van, hogyha valami általunk, tehát mi még nem tudjuk, hogy veszélyes, de aztán kiderül, hogy van veszélyes élőlényt hoz be az én országomba, és mondjuk egy kis ebihalat hoz ide, aztán felnő egy szörnyeteggé, és mindenkit legyilkol, ez azért nagy félelmem. Big business here.
világot leigazhatják, addig, míg az országon biztonságban van, igen. Szia, Bence! Na, erre nem gondoltál, mi kecske? Mhm. Hát nem tudom, a Lucky Keychainemnek köszönhetően ilyen nem fog történni, ugyanis át tudok változni egy szupererős emberre. Köszönöm. Gyerekecske. Nagyon vicces. Ha nem tudom, azt mondja. Na, Psycho. Computer Scientist. Az nagyon jó. Ázsiában 1982. Van egy drága órája, egy katonai szettje, és egy szemüvege. Szia, elpirul. Maris waifu. Sokan azt mondják, hogy anime függő vagyok, dühös. Pedig nem is. Ja, és a munkám? Hát sokan betegnek neveznek, mosolyog és feltolja a szemüvegét. Animációkat csinálok, de nem túl szépeket. Hú, hát ez nem a legjobb marketing. Jó napot kívánok. Marian megköszöri a torkát. Majd kicsit elkuncogja magát. Köszönöm szépen az őszinteségét, mondja komolysággal Marian. Viszont az lenne a kérdésem, hogy nekem ugye nagyon sok pénz kéne még az országomban, mert nincs elég, de hogyha ő még maga szerint sem jó a munkájában, akkor hogy fog nekem tudni hozni pénzt? Elnézést a Miskával, Szoci. Még nem te vagy, Miska? Még Psycho-t kérdezem. Na, gigantikus sótányok nem, de az űrlények meg kellenek. Igen. Jobban eladta a kecske, sajnálom. Semmi baj, Miska. Majd küld el. Ne olvass el senki. Majd küld el még egyszer, te jössz. Hát tudok pár Naruto mozdulat, ott talán meg tudnám védeni az embereket. Tudja mit? Ön annyira aranyos, mondja Marian elpirulva. Hogy felfogadom, jobb kezemnek. Én úgy érzem, hogy jobb kezemnek megfelelő lesz. Hagyjuk ezt a dolgot, amit eddig csinált, bármi is legyen ez. És mostantól azt csinálja, amit mondok. Ez így megfelel magának? Tehát, ha valamire szükségem van, ön hozza nekem. Az úgy jó. Ha bármikor kell egy... Köszönöm, meghajol. Bármikor kell nekem egy uvú, vagy egy ara-ara, akkor jöhet is. Oksi. Persze, Marian-chan. Boglárka, North America, 1941. Pirotechnikus. Na... Fogászati dolgok adnak nála, Conflicting Magazines, Cosmetic Products. Szép napot, én egy kanadai művész lennék, aki tűzijátékokkal tudná szórakoztatni önt és országa népét. Na, ez nagyon szuper, ennek nagyon örülök. Igazából pozitív dolgok, vagy ez a Conflicting Magazines, nem tudom mi, de amúgy pozitív dolgok vannak önnél, úgyhogy ezzel sincsen semmi probléma. Jöhet is. Haladjunk, kedveskéim, mert még sokan vannak. Na, Kacia, Egyiptomból, doktor. Egy golyó, vagy egy labda, egy arccal. Úristen, ez a szám kivetett? Spikeless fork and compass. Hello, szia, hello, akarom mondani, fenséges napot, felség. Elnézést, kissé izgatott vagyok, kegyed csodálatossága megbabonáz, és elveszi eszem világát. Jó napot kívánok! Úgy látszik, nem csak azt nézem, hogy ki jön az országomba, hanem tulajdonképpen ez egy nagy ő műsor is. Tehát ön flörtöl velem? Szingli vagyok, úgyhogy... Vagy nem vagyok szingli a játékban? Ja nem, mert már valaki mondta, hogy van nekem a Klau úrnőm. Akkor hogy merészel flörtölni velem?
Hatalmas fanya vagyok, önnek drága fenség, évek óta követem csodálatos munkásságát. Így miként meghallottam, hogy saját országot alapított, mindent hátrahagyva, futva indultam el önhöz, óceánokat átúszva, hogy mindenemet az ön csodálatosságának szentelhessem, és hűszolgálvájá válhassék. Gyerek, aciám! Te leszel a jobb-jobb kezem. Lucus. Új-új unemployed comedian megint Dubájból, és egy Radioactive Barrel Counterfeit Documents and Glasses. Hú, Luca, nagyon rossz, rossz indítás. Jó napot. Tudja, én migráns vagyok. Úgy menekültem el, hogy a Google Maps csak annyit írt, nem található megfelelő célpont. Gondoltam, itt próbálkozom, mert mondják, a humor határtalan. Badabum. Aha. Jó napot kívánok. Az az igazság, hogy én már felvettem az előbb, vagy hát beengedtem egy unemployed komédiánt. Ön mivel tud szolgálni? Miért lenne jobb? És mi lenne pontosan a munkája? Ennyien szavaztok a Lucára? Dubájból jöttem, sok a menni, kaphat egy kicsit, ha beenged, hehe. Azkom, csak egy kicsit, én az összeset kérem. És utána ingyen dolgozzon nekem, ez így megfelelne magának? Ricsi! Egy milliárd a kicsi? Aha. Nincs el a bomba, hanem radioaktív. Miért van önnél egy radioaktív hordó? Mondom én, hogy Dubaj. Valóta még nem voltál? Kabala. Sajnálom, de senkit nem engedhetünk be radioaktív dologgal. Meg tud tőle szabadulni? Akkor beengedem. Let me in! Let me in! 1 milliárd? Mi 1 milliárd? Örülök, hogy tetszik szinti. Na jó, Luca! Annyit adok. Nekem nem tetszik ez a... Hogy mondják ezt? Alkudozás! Aki bejön az én országomba, akkor az már az enyém. Ami nála van. Nem tetszik nekem ez az alkudozás. Nem akar megválni a berőjétől. Szász nekem, sajnálom. Miska, Európából 92-es Alchemist Electric Violin Dental Appliance and Game Console. Sharing is caring. Igen. Jó napot kívánok, miért szeretne országomba bejönni, és mit tudna az országomban csinálni? Júj, most látom a Balúnak az foglalkozását. Ja, a Miska már egyszer leírta, várjatok, elolvasom. Fentebb. Üdvözlöm, Mária Terézia, miniszter, kisasszony. Sajnos nem az a foglalkozásom, ami a papírra van írva, valószínűleg elkeverték. Én valójában szakácsként dolgoztam egy étteremben, ami kigyulladt, és el kellett menekülnöm. Árvaházban nevelkedtem, nincs családom, se barátaim, viszont ígérem, hogy befogad. Hogyha befogad, nyitok egy majd nagy sikerű való éttermet, és nagyon sokat segítek önnek bármiben, amire megkér. Egy DNS vizsgálat szerint 45-öt unokatesója vagyok Taylor Swiftnek, és hírhe... Aj, beengedtem volna, de Taylor Swiftnek a rokona. Sajnálom. Így már nem engedhetem be. Itt a X-faktor. Illetve szakácsunk is van már, de egyébként... Nagyon tetszett, hízelgő volt, beengedtem volna, de sajnos Taylor Swiftnek a rokona, szóval nem engedhettem be. Igen, már van szakács. Na, Yuki. Yuki még nem volt? Ja nem. Yukit múltkor börtönbe zártam. Astronauta Macedóniából. Keys, Marbles and RCK-r. Üdvözlöm, Vikesz Jukesz, a dicső nevem. A Marsról hívott vissza a nemzetközi különleges osztag, ugyanis egy nagyon fontos küldetésem van. Meg kell akadályoznom Jojo Siwa Eurovision
a Eurovisionon akar indulni? Vagy ezt most csak most találtad ki? Beszarok. Giorgio Siva Eurovision indulását. Azt az infót kaptam, hogy jelenleg az ön országában tartózkodik, ugyanis a napilap egy ismeretlen mozgáskultúráról számolt be, amit az emberek nem értenek. Kérem, engedjen be, hogy megmenthessem a nemzetét ettől a bad girl-től, akit még a barna se szeret. Karma se szeret. Ez kemény, ez valid hír, ezért nagyon fontos. Ez a küldetésem. Úristen, biztonsági örök! A mi hőn szeretett Giorgio Sivánkat el akarják vinni! Azonnal! 2-3-as osztag menjen Giorgio Sivát megmenteni! A bunkerbe azonnal vigyék el, ugyanis az életére akarnak tölni. Számunkra a legfontosabb embert akarják elvinni. Örökre börtön. Yuki Muke, mi volt a neved? Vikesz? Tehát akkor Millen, Poland, Lifeguard, Horse, Sedat, mi az ez? Úristen, lónyugtatók vannak nála. Ő is meglovagol egy madarat, és darts. Jó napot kívánok, én egy lengyel Minecraft player vagyok, de hát ő egy Lifeguard. Mint ezt az öltözékemben is láthatja, tényleg ez egy Minecraft karakter. De ez csak a szabadidős tevékenységem, testőrként dolgoztam. Ez idáig meg tudnám védeni önt, akár most azonnal az illegális bevándorlóktól, továbbiakban a fizikumom miatt természetesen fizikai munkára, de akár remékeltjük a Több mint testőr című filmet is, kacsit. Több problémám van önnel, Millen. Először is ön hazudik. Ugyanis egyik foglalkozása sem az, ami ide van írva, hogy ön egyébként egy lifeguard. És az a lifeguard a vízimentő, nem? Ön meg biztonsági őrt mond. Vagy a lifeguard az biztonsági őr? Az nem vízimentő? Nekem ez a börtön már a második otthonom. Vízimentő. English tudása bajos a Millen. Szóval ön hazudott. Egy, kettő. Nekünk semmi bajunk. Semmilyen bevándorlóval. Nálunk igazából nincs is olyan. Akkor ezért küldtek el első nap a munkahelyemről. Nálunk nincs is olyan, hogy... Hogy mondják ezt? Illegen... Na látod, eszembe se jut. Mi nem is ismerjük ezt a szót, hogy illegális bevándorló, ugyanis mindenkit tárkarokkal fogadunk. Mondjuk most elutasítottam pár ember, de amúgy mindenkit tárkarokkal fogadunk, úgyhogy nem kell minket megvédeni illegális bevándorlóktól. Viszlát! Na, Matthew. Pest control. Az mi? Ez mit jelent? Animal Costume Tiger Blanket and Wallet. Kedves őfelsége, méltóztasson beengedni országába, mivel kártevő írtó létemre megölöm a mutáns bogarakat, ha mégis bekerülnének az országba. Nagyon jó. Én nem bízom Markban és a hülye bogaraiban. A börtönből ki fognak jönni a bogarai a testéből, úgyhogy kell valaki, valami csótányírtó. Fisherman, boldog burgonya. Na, őt meghallgattam az előző Fisherman, csak úgy beengedtem rögtön. Battled Water, Broken Game Console and Multiply Trophies. Szép estét, van nálam egy jó nagy cápa, nem esz meg senkit, mert halott a húsa, elég lesz 3 hónapra. Nem kell élelmet gyűjteni, főnyeremény. Több cápát is fogok, ha kell. Jöhet is, ezt már szeretem. Mindenkit tárt karokkal fogadunk, csak néha a rendőr fogad egy gumibottal. Ön az országom dicsőségét, Giorgio Sivát akarta elkapni. Na kincs ő, astronomer, az, na ezek a szavak? Tarotkártyák, valetent, scary doll, jújúj. Na igen, 3 dologra figyeltem egyszerre, miközben írtam a szövegem, nem csoda, hogy rosszul emlékeztem, mi vagyok. Semmi baj. Sorry, I don't speak your language, but Google Translate help me out. Egy szép napon felnéztem az égre, és láttam egy csillagot, ami fényesebb volt. A napnál elindultam, hát utamra megnéztem, mi lehet ez, így kerültem ide a csodás világot kapujába. Thank you, de cuki vagy kincső. Hát ez nagyon tetszik nekem, tehát ott önt a sors hívta ide, ez tetszik nekem.
Amúgy mi az asztronomel? Segítsetek. Halásztás, gyere! Bázis terület sorsolás. Elnézést? Csillagász? Azt így írják. Ja, hogy azért nézett fel a csill... értem, az azzal kötötte össze, de jó. I am egy csillagász. Megkérdezhetem, hogy a csillagászat hogy tudná esetleg az országunknak pénzt hozni? Ön hogy tudná a csillagászattal pénzt hozni? Űrkutató. Már nem tudsz jönni, Márk. Sehogy! Jaj, Monix. Ez mi? Ez nem pszichológus. Mi ez a philologist? Ez nem fizikus, nem pszichológus. Filozófus. Filozófus, nem? Portál pistol, Dark Strength, ez game konzol. Mi ez a portál pistol? Ja, hogy ez nyelvész. Oké. Jó napot! Felajánlom szolgálatomat önnek. Filológusként segíthetném az érkező turistákat. Szívesen lennék tolmács is. Ilyen nyelvész szakma. Ez szuper. Tetszik nekem. Őszinteséget engedtem volna. Na, utolsó, Balú. Balú a szakállas vagyis kislány. Ajjajajajaj. Tehát, Ireland, ő egy bűnöző, az a foglalkozása. Karkötője van, mikroszkóp, kaniszter, with strange syringe. Kiskezit csókolom, fenséges Marian szultána, Írországból jöttem, sajnos rossz útra terelt az élet, ezért ott kellett hagynom szeretett hazámat. Tiszta lappal szeretnék kezdeni, és az önfelséges birodalma tűnik erre legmegfelelőbbnek, hiszen itt van a nemzetközi szinten a legtöbb jó útra tért bűnöző. Hát igen, híres vagyok arról, hogy a bűnözőket, az ex-bűnözőket segítek jó útra térni, és eddig 100-ból 100 alkalommal ez így is történt. Azt megkérdezhetem, hogy milyen bűncselekménye volt, vagy bűncselekményei. Ez a bárcsi kirobolt kislányt, úgy érzem. És Balunál pont nincs szextárgy, kamu tuti el van dugva valahova. Amúgy igen. Illetve még a másik kérdésem, hogy ha most már nem bűnöző, akkor miért van nála furcsa tű, vagy mi az a syringe, az a fecskendő? Ott van a kezén a szextárgy. Három-három, nagyon szoros. Egy-két robbantás itt-ott, Észak-Írország felszabadítása érdekében. Azt hittem, hogy valamilyen kis lopott egy rágót. És Alfnesz azonnal V. Szóval miért van önnél fecskendő? Furcsa fecskendő? Ha ön már nem bűnöző? Vesszenek a britek. Mi nem vagyunk rasszisták senkivel szemben? Taka! Taka! Jail kellett volna. Na jó, srácok, hát üdvözlök mindenkit, aki bekerült a kis országunkba. Szerintem egy szuper csapat jött össze. A lényeg, hogy Jojo biztonságban maradt, de azért 100 őr tartsa fogva Jukesz-Mukeszt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki játszott ebben a kis roleplayben. Igen, ez ritkán játszok, mert nagyon hosszú, de remélem, hogy azért így is tetszett nektek, remélem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a kukoróban, és akkor menjünk Party Animals! Nagyon adom! Csúcsú az egyik elszabadult űrlényem. Amúgy tényleg olyan, mint egy űrlény. Majdnem ugyanaz, mint a rágólopás. Nem is az, hogy felrobbant egy országot, hanem miért van nála a fecskendő. Hát az a lényeg.
Nem játszottam ezzel a kukorójátékkal még, de tök jó volt, hogy improvizálni kellett. Igen, szerintem is nagyon jó. Először amúgy, amikor ezt játszottuk, szerintem vagy 2 óráig csak ezt a roleplay-t toltuk, mert mindig újra meg újra jöttek az emberek, szóval jó volt, hogy most mondtam, hogy csak egyszer lehessen jönni. Aha, igen, Levi. Ha ki lehet, akkor igen. De amúgy jó volt, szóval jó volt, nagyon. A Slippery Dick, az itt van előttem. Csak hogy ne felejtsem el. Slippery Dick Forever. Hogy lehet egy halat ki? Ez ki találta ki? És egyébként van ilyen hal elnevező ember? Amúgy meg vagyunk egyáltalán Party Animals-ra elegem? Jó volt, na örülök, hogy tetszett nektek. Én mentem kellemes játékot nektek, és köszönöm, hogy veletek játszottam. Aj, cuki vagy Dreamkeeper, köszi szép, hogy itt voltál, szia-szia. A Richie jön a Party Animals-ra. Tehát a pokorakkal vigyázz. Amúgy nagyon vicces volt, most nagyon sokat nevettem. Amúgy ez nagyon durva, hogy az Eurovízión részt akar venni, de gondolom nem lehet, mivel USA-ban lakik. Bár Ausztrália is részt vesz a izén, szóval.